Ismételten szép estét kívánunk minden kedves nézőnek. Folytatódik a Mid-Season Invitational csoportköreinek első napja. Túl vagyunk már kettő mérkőzésen. A hat résztvevő régióból már négy, hát igazából bemutatkozott. És most következik egy, hát valami ilyesfajta visszavágó, ugyanis a dél-kelet-ázsiai Gigabyte Marines csap össze az észak-amerikai Team Solo Middel. Szakkommentátor társam Edi lesz ezen a mérkőzésen. Jó magam, még mindig Thanatos vagyok. Aki esetleg unja, az nyugodtan írjon a chatre esetleges beceneveket, amin majd legközelebb beköszönök. Darcik fogja kiválasztani, hogy melyik lesz az. Én pedig teljesen elhagytam magam, hogy ilyet kimondtam. Szervusz, kedves, még mindig Thanatos. Üdvözlöm én is a nézőket. Ahogy te is mondtad, a Gigabyte Marines csapata, illetve a TSM gárdája csap majd össze, akik ugye már nem is olyan régen összecsaptak egyszer. Igen. Akkor az egy nagyon érdekes BO5-ös széria volt, ahol ugye a Gigabyte Marines el tudott húzni 2-0-ra, majd a TSM csapata megfordította ezt, és végül 3-2-re győzedelmeskedett. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mérkőzés, ami a TSM és a Gigabyte Marines között volt, én úgy gondolom, hogy hozta az elvártat. Tehát az Észak-Amerikának győzedelmeskednie kellett. Szerintem mindenki fogyott egy jó pár kilót a TSM-től, bár hogyha rájuk nézünk, akkor igazából Hauncer az egész csapat helyett gyúr, azt hiszem, hiszen mindenki inkább szálkásít, fogalmazhatnék így is. Viszont ami sokkal fontosabb, hogy végül a TSM ugye talpra tartottán egy olyan 2-0-ás arcraesés után, ami viszont a Gigabyte Marines-tól volt elvárt. Az mondjuk nem, hogy rögtön bekezdett 2-0-val, tehát ott azért, hogy is mondjam, ott én egy picikét izzadtam, tehát, hogy a Gigabyte Marines nagyon, de nagyon magabiztos volt a 8 kisebb régió közül, neki egyértelműen volt helye itt a többi nagy kutya mellett, de hát úgy gondolom, hogy azért az nagyon necces lett volna, hogyha rögtön 3-0 az egy TSM-et. Tehát akkor igazából a Riot Games-nek is nagyon el kellett volna gondolkoznia, hogy a Gigabyte Marines mit keresett a kisebb régió kategóriába egészen eddig. Nyilván ez végül nem történt meg, de az egy BO5-ös széria volt. Most egy BO1-es összecsapás érkezik, és én úgy gondolom, hogy mivel mind a két társaság képes volt fogást találni a másikon az előző héten, a franc se tudja, hogy mi lesz ennek az ütközetnek igazából a vége. Azt tudjuk, hogy a TSM erősebb. Erősebb, mint a Gigabyte Marines, de hát ez nem biztos, hogy BO1 során kellőképpen jön ki. Hát igen, hogyha a Marines csapata úgy kezdi, ahogy ugye legutóbb a BO5-öt, akkor nem fog kijönni az a különbség. Nem. Kettő viszont, hogyha rossz májú szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a TSM csapata könnyen visszanyúlhat ahhoz a régi típusú észak-amerikai meccs stílushoz, ahol ugye nagyon a biztos játékot favorizálják, ugye alapvetően mind a két csapat, mert nem szeretnének kikapni. Keresik valahogy ugye a fogást a másik csapaton, ahogy ugye már te is említetted, ezt már találtak is. És majd egy jó 50-60 perc után egy csapatküzdelemmel valamelyik csapat megnyeri. Ezt szeretném, hogyha nem így lenne, és egyébként most már ugye Észak-Amerikára sem ez a jellemző, főleg nem a TSM csapatára, sokkal inkább az, hogy már a mérkőzés korai szakaszában is nekiestek az ellenfélnek, akár mondjuk Svenskeren. Az az igazság, hogy biztosan tudnak, tehát biztosan fölkészültek egymásból ezek a társaságok. Tehát a Gigabyte Marinesból gyakorlatilag a TSM-en a leginkább fölkészülve, hiszen mostanában játszottak egymás ellen, nagyon komoly ütközet során, de ott azért tényleg nagyon fontos volt a TSM-nek a gyakorlata az, hogy mind fizikailag, mind mentálisan jóval nagyobb felkészültség jellemezte őket, mint a Gigabyte Marines-t, hiszen egyszerűen csak ha belegondolunk, hogy mekkora stáb dolgozik a TSM mögött, az mindenféleképpen nagyobb, mint amit a Gigabyte Marines megengedhet magának egyelőre, legalábbis. Viszont a TSM tényleg meg tud botlani. És nem is azt mondom, hogy arra alapoz talán, hogy akkor a játék végső szakaszába majd valamit csinálnak, hanem kicsikét úgy érzem őket, mint ilyen kis játszi, ilyen kis
fiatal naivitással jönnek be mindig a kezdeti mérkőzésekbe. Hogy na, kipróbálunk valamit, majd megnézzük, hát ha jó lesz, hát ha rossz lesz, kikaptunk, nem baj, jön a következő. Hát most nem jön a következő mérkőzés, hanem a TSM-nek az elejére, már most az első pillanattól kezdve úgy kell beleállni ebbe az ütközetbe, hogy vérre megy, hogy nem lehet hibázni, hogy itt már pedig kellenek kőkemények a pontok, kőkeményen kellenek a pontok. Az persze sosem szabad elfelejteni, hogy 4 csapat jut tovább, igen, utána kieséses széria jön, tehát bárki, aki benne van a 4-esbe, még ha a 4. helyről is kerül be, megnyerheti végül még az MSI-t, de abban a 4-be, hogy bekerüljön a TSM, mondjuk nem lehet kikapni egy olyan csapattól, akit majdnem mindenki a legutolsó helyre sorol. Igen, adott esetben ugye így van, és ha már pont a TSM-ről beszéltünk sokat, én is elég sok alkalommal elmondtam már ezt, hogy ők szeretnek ugye fordítani Észak-Amerikában, és láthattuk már akár azt is, hogy az Envy csapatától, aki amúgy tök utolsó lett Észak-Amerikában, tőlük is simán, nagyon könnyen, 20 pár perc alatt elveszítették az első mérkőzést. Ezt a meccset most nem vehetik még félig sem félvárról. Abszolút kőkeményen oda kell koncentrálniuk, vagy különben a Gigabyte Marines csapata le fogja őket győzni, mert megvan bennük a potenciál, meg a lehetőség. Abszolút, abszolút, és ez nem buborékos tea, kérem szépen, és mindenkinek szeretném mondani, hogy olcsóbban jártok akkor, ha csináltok otthon egy filterből egy teát, és beleöntitek azt a teát a cukortartóba, mint hogyha kiálljátok a sort ezen bizonyos üzletek előtt, tehát nyilvánvalóan nem szeretnék antireklámot lefolytatni, de pont. Viszont egyébként én azt hallottam, hogy az egyik gyártónak a dinnyés teája az meglehetősen finom. Nem is olyan régen volt itt a stúdióban, és egyébként Pirsz eléggé rákapott. Na mindegy, ez még mindig nem a reklám helye. Nem, te nem voltál bent? Dinnyés? Én nem volt. Én nem kaptam rá a dinnyés teára, az igazság. De legközelebb szóljatok, hogy a passzív reklámot kell tolni, mert akkor például nem mondok ilyeneket, hogy fú, te figyelj, ez borzalmas, ez a dinnyés te a öregem, hát ezt kóstolod, hű, nem, az semmiképp se. De hát nyilvánvalóan ebből is látszik, hogy jelen pillanatban nem folytatom komoly ilyen reklámtevékenységet, vagy csak nekem nincs holnaptól állásom, de közben érdemes ránézni a csapatokra is, ahol komoly, hogy is mondjam, monitor törölgetés zajlik a Gigabyte középső ösvényesénél, és hát Optimusnak a teljesítménye az szerintem, hát, hogy is mondjam, nem volt rossz, de nem volt jó se. Tehát, hogy Optimus az igazából onnan tűnik föl, hogy annyira nem feltétlenül tud kibontakozni, vagy annyira nem feltétlenül bontakozott ki, hogy kevésszer kellett kimondanom ezt az Epic nevet. Pedig aztán eléggé epik. Igen, Optimus névvel azért elvárhatná az ember, hogy magabiztosan vagy jól játszon, na de hogyha egyéb érzen az ösvény ellenfeled, akkor ez nem egy könnyű dolog. Viszont hogyha már ugye elkezdtünk beszélgetni kicsit az ösvényekről, akkor te személy szerint mit gondolsz? Melyik ösvényen lehetne megfogni ezt a TSM csapatát? Gondolok itt elsősorban mondjuk Levire. Te hogy látod? Hogy Levi meg tudja elfogni a TSM-et, vagy hogy hova kéne neki igazából rajtaütéseket szerveznie. Hát vagy hogy egyáltalán Svenskeren ellen van-e komolyabb keresnivalója? Abszolút, abszolút, na, abszolút, egyértelműen. Tehát, hogy Levi az valami hihetetlen jól tudott játszani, számtalan alkalommal úgy gondolom, hogy oda tudta tenni magát, és hát meglátjuk, hogy például a Graves átmegy a rostán, hogy azt egyáltalán el tudja hozni végül, mi lesz a fő fókusz a Gigabyte Marinesnál. Svenskerenben is rengeteg sok lehetőség van. Tőle például el tudom képzelni, hogy az Ivern-t azt valahogyan megszerzi, ugye mindenképpen egy erős dzsungelesről van szó, akit igazából ma nem láttunk még, de hogy még talán tiltólistán sem. És az első meccset biztos elhozhatták volna. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy Svenskerenben talán több flexibilitást vélek fölfedezni, talán jobban tud alkalmazkodni a csapatához, és ezáltal a csapatának több lehetősége van a csapat kompozíció terén. Azért Levi végtelenül agresszív, és azért az, hogy ilyen Graves és Kha'Zix választásokat kedvel és hoz és azt nyomatják, az nem feltétlenül
jó minden esetben. Igen, ez biztos Svenskerennek a számlájára írható, vagy az előnyei közé sorolható, hogy sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezik így, ugye, ahogy te is mondtad. Változatosabb lehet a játéka ezzel szemben, viszont ugye mondtad azt, hogy Levinek az agresszivitása visszaüthet. Én inkább azt mondom, hogy akár győzelemhez is segítheti a Gabayt Marinsz csapatát, mert Svenskerent még az észak-amerikai régión belül is láthattuk, hogy meg lehetett zavarni akár a saját dzsungelében is, független attól, hogy sok esetben pont ő az, aki átment az ellenfél dzsungelébe, és nem egyszer pórulját. Igen, igen. Nagyon kíváncsi leszek erre, tehát, hogy irgalmatlanul fontos lesz a dzsungelesek közötti párharc, illetve, hogy a rajtaütések terén hogyan teljesítenek. Tehát, hogy Levitől egy-két jobb érkezés, lehet szó arról, hogy a csapat kompozíció mondjuk túlságosan papírra sikerül, például pont azért, mert ő olyan választást hoz, ami túl nagy agresszivitásra ad lehetőséget, de ha ezt tovább tudja görgetni nyilvánvalóan a Gigabyt Marinsz, akkor, tehát ha ezt tovább tudja görgetni a Gigabyt Marinsz, akkor nyilvánvalóan megérte ezen választásokat elhozni. Nagyon sok minden múlik a két társaságon, és láthatjuk is, hogy kik vannak benne a Gigabyt Marinsban. Stark felsősvény, Levi a dzsungelben, Optimus középsősvényen, Slay a lövész pozícióban, és Archie pedig a támogató játékos. Mondd gyorsan a TSM-et! Hát ISM csapatának ugye felállása Hauntzer a felső ösvényen, Svenskeren a dzsungelben, Björzen a középső ösvényen, White Turtle és Biofrost pedig az alsó ösvény párosa, csak hogy én ne szaladjak úgy előre, mint ahogy Tana az előbb szaladt. Így van, az operatőr kollégák is megijedtek, hogy milyen gyorsan van lehetőség az embernek elmondani ezeket a neveket. Nagyon sajnálom amúgy a túlságosan pörgős képkezelést, mert pont kiszerettem volna térni Archie-nak az arc szerkezetére, amely kőbe vési azt az állapotot, ami a Gigabyt Marinsnál uralkodik. Ők nem játszanak bemelegítő mérkőzéseket. Tehát, hogy ők úgy jönnek oda, úgy léptek be az arénába, hogy szevasztok, ki akar a második lenni? Ennyi? Ők kőkeményen oda akarnak csapni, miközben kezdetét veszi a harmadik mérkőzés. Nekem második tiltási és választási fázisa. A Gigabyt Marinsz csapata pedig kőkeményen kitiltotta azt az Ivant, akiről ugye már esett szó, viszont választani egyik csapat sem fogja tudni, ugyanúgy, ahogy Zigzett sem ugye a középsősére, sem pedig lövész pozícióba. A másik két tiltás pedig Galio és Cannon. Ugye Ivanről beszélgettünk, hogy Svenskerennél ez még akár be is jöhet a pakliba, ő tényleg olyan dzsungeles stílusra rendelkezik, gyorsan ki is kellett dobni a francba. Galio, na már az egy másik helyzet, óriási potenciál rendelkezik ebben az úriemberben. Ahogyan amúgy Gragasban is, és előfordulhat a Starknak a Gragasza, veszélybe kerülhet egy Galio esetében, aki rendelkezik megfelelő ellenállással, kezdeményezésre, visszaválasztással, minden egyébbel. A tiltások első körben amúgy véget értek, S White Turtle-höz nem kerülhet, még Syndra is olyan, hogy kikerül a játékból. Sem Optimus, sem pedig Björgzön nem hozhatja majd el ezt a hőst. Igen, pedig ugye Optimus előszeretettel él azzal a színre választással, bár mondjuk Fizz bent maradt, akit adott esetben el lehetne hozni, de úgy gondolom, hogy ezt vakon nem lehet. Inkább csak valami ellen. Igen. Ezzel szemben viszont egy Gragaszt hát elég simán el lehet hozni, akár a felső ösvényre, de még akár a dzsungelbe is. Igen, igen. Szerbusz, Kobi. Hogy vagy, Kobi? Az a helyzet, hogy egyszerűen Kobi nem tudja megállni, hogy beleszóljon a mi közvetítésünkbe. Úgyhogy igazából lejjebb is veszük a zenét, mert sajnos hát Kobi el akarja mondani a tutit. Viszont Lulu szabad volt, mindenképpen el kellett hozni Biofrost a védelem gyakorlatilag. Védelem szó mellett szerepel illusztrációként az értelmező kézi szótárba, gyönyörű szépe és fantasztikus választás neki. Hihetetlenül passzol ez a Lulu az ő játék stílusához. A passzív-agresszív, kis, undorító, pixi, bogár, angyal, miközben ott van
Graves Svenskerennél ő az agresszív, dzsungeles vonalat követi. Igen, és egyébként sokkal inkább lehet, hogy Svenskeren nem is feltétlenül azért hozta el ezt a Graves-t, hogy majd ő olyan jól szerepelhessen vele, sokkal inkább azért, hogy Levi ne tudjon vele olyan jól szerepelni. Ugye talán még mondtad is, hogy még lehet, hogy tiltani is lehetne ellene. Na hát a tiltólistára nem került, viszont nem is adják át. Viszont, ugye es tiltás után bent maradt a közkedvelt választás Varus, és valószínűsíthetően majd egy karma támogatóval fog szerepelni az alsó ösvényen. Abszolút, hát Archie igazából. Archie Bardot nem várunk, úgyhogy jöhet gyakorlatilag a karma, amivel játszott is az utóbbi időben, már láthattuk, csapatszinten, ösvényszinten, és mindenféle összeállításban jól szerepelhet ez a hős. Közben Hauncer megkapja azt a hőst, akit én úgy gondolom, hogy kellően magabiztosan tud kezelni, tankossággal rendelkezik, van benne valami sebzés, igazából még jó is lehet a Gragasszal szemben, hiszen tud menekülni, és úgy érzem, hogy ezzel fölveti a kesztyűt a igen. Nautilus a Gragasszal, meglátjuk majd összességében. Igen, hogyha valami egy kisebb régióból érkezett volna, akkor mondhatnám azt is, hogy vagy Nautilus lesz a támogató, Lulu a középsősüny, és aztán Jolo, de nem. Ez sokkal inkább valószínűbb, hogy Hauncer kezei közé érkezik. Viszont Levi kezébe nem csak, hogy Graves nem kerül, Lee Sin sem fog, annak megfelelően pedig, hogy ugye a TSM még nem választott lövész pozícióba lövészt, nem véletlen, hogy a Gigabyte Marines csapata egy Caitlyn-t tiltott ki első alkalommal, és könnyen előfordulhat, hogy még egy lövész tiltással él majd ez a csapat. Bár talán erre már nem lennek szükség. Még egy Lucent lehet egyébként, hogy tilthatnak. Vagy egy Oriannát pedig... is kivehetnek. Attól függ, hogy a lövésre, vagy végre elkezdenek Björzönre fókuszálni, bár nem szabad elfelejteni, hogy igen, egy Björzönre teljesen felesleges fókuszálni. Ezről a tiltás is jött. Whitertől kérdés, hogy befigyele például egy Jin. Ugye védelem alapvetően lehet is még Hauncer részéről, de a Twitch milyen jó lehet, kérem szépen, egy kis extra mozgási sebesség, pajzs. Sok fantázia van benne, ezt amúgy egy Tristanával is meg lehet oldani, de inkább a Twitchnél maradnak. Eddig jó zavaró tényezők vannak, Gravesre oda kell figyelni, mert hihetetlen sokat sebez Nautilusról, inkább nem mondok semmit, mert csak káromkodás lenne a vége. Lulu szintén hihetetlen jó piszkálódó, és már csak egy olyan középső ösvényesre lenne szükség, aki mondjuk kellően agresszív tud lenni, sebez is, szintén ilyen zavaró tényezővé nőheti ki magát, akire mondjuk figyelni kell. Nem mondanám, hogy ezt a táliát kéne hozni Björzönnek, lehet, hogy az is befigyel. Most nagyon megfogott, hogy vajon mi mellett döntenek végül. Én még egy azért is el tudok képzelni, bármennyire is gyenge most, mert azért aztán folyamatosan oda kell figyelni. Nyilván nagyon sok minden múlik, így van a Gigabyte Marines választásán is, akik végül Árit hoztak be középre. Na, lehet, hogy a középső ösvényes Luluval a végén még igazam lesz. Bárhogy is, legkésőbb 13 másodperc múlva kiderül, az viszont biztos, hogy a Gigabyte Marines csapat egy Árit hozott, ugyan Ariana is elérhető volt még. Elérhető volt még, de ez az egész elképzelés, ez imádom, ahogy Kobit hallgatjuk. Igen. Mindjárt bejelezzük a Skype-ra, csak nem történt meg eddig, de hát nyilván igyekeznek majd megcsinálni, meg majd lehet, hogy jobb, hogyha visszakapjuk egy picit a képernyőt, és megpróbáljuk egy másik feedet. A fene se tudja, mert nyilván a mérkőzés közben, hogyha ez így megy tovább, akkor egyszerűen játékhang nélkül kell majd nekünk közvetíteni. Ami biztos, megvan a két csapat fölállása, nagyon szép elképzelés volt ez, úgy gondolom a TSM részéről, behozni azt a Lulut a középső ösvényre, akinek sunyiban van sebzése, aki meg is tud védeni mindenkit ráadásképpen, és ugye ott van a Twitch is, akit szintén tud támogatni, hogyha arról van szó.
Ott van egy Nami, aki szintén kezdeményez, véd, extra sebzést tud adni, gyógyít az ösvényen, hogyha esetleg valami baj lenne, gyönyörű szépen támogatja a Twitch-et, és ott van még a Nautilus is azon a felső ösvényen, aki szintén káoszt tud csinálni, be tud menni a hátsó vonalak mögé, ha más nem a végső képességével, amíg mindenkit fölüt, és Árit is ehhez tudja kötni. Egyszerűen az egész összeállítása a TSM-nek szerintem nagyon klappol arra, hogy legyen kellő mágikus sebzés, és mellé még legyen azért irgalmatlanul nagy terepe Gravesnek, illetve Twitchnek. Igen, egyrészt ugye életerő visszatöltésben, vagy páncél kiosztásban nem nagyon lesz hiány a TSM csapatánál, és bár ugyan a Gigabyte Marines csapatának nem a Cloud9 az ellenfele, és ugye Sneaky nem szerepel az ellenfél között, viszont ahogy te is mondtad, azért arra a Sneaky-Sneakyre nagyon oda kell figyelni, én úgy gondolom, mert egy-két gyilkossággal ő meg tud indulni, és egy Twitch az van annyira undorító, hogy gyakorlatilag egyedül megnyerjen egy csapatharcot, már akkor, hogyha ugye jól tud pozícionálni, amire viszont, ugye már az előbb említetted, egy Nautilus felső ösvényessel, vagy mondjuk egy Lulu középső ösvényessel lehet számítani. Úgy vélem jelen pillanatban, hogy alapvetően a TSM részéről, hát meglátjuk, hogy mit sikerül majd tényleg csinálni, és ezt már nagyon sokat mondtam el ezen két csapat között a mostani mérkőzés előtt, mert nagyon sok minden fog múlni a játék korai szakaszán. Tényleg. Tehát az a meghatározó. Mert emeltünk abba, hogy mi lesz a csapatküzdelmek során, például csapatküzdelmek alkalmával, mi lehet az alapvető cél, elhatározás, de nagyon sok múlik azon, hogy Kha'Zix mit tud egyáltalán csinálni, mennyire lesz ő gyakorlatilag képes arra, hogy a tankos, ilyen off-tankos szerepet betöltse. Hogy Gragas mennyire lesz például tankos, hogyan tudja kinőni magát, vagy elolvad azonnal pillanatok alatt, mint száraz jég a napon. Vagy megcsináljuk azt, hogy ott van egy Ári, aki mondjuk nem tud beindulni, és nem tud az égvilágon semmit se csinálni, és a Gigabyte Marinesnak szintén nagyon fontos lehet az egész csapat kompozíciójában, hogy kiszedjen fontos célpontokat, mondjuk a esetleg be tudjon csábítani egy Lulut, aki eddig nem tud semmit se csinálni. Komoly változó mennyiség van, amivel nem tudunk egyelőre mit kezdeni. Amire csak tippelni lehet, és elhallgatott végre Kobi. Cserébe viszont, hölgyeim és uraim, akkor érkezzék az idézők szurdoka, hiszen kezdetét veszi a mai este harmadik ütközete a kék oldalon a Gigabyte Marines, míg a piros oldalon a Teams Hollow Mid. Ez szép volt. Még addig, amíg ugye Thanatos közben kiköhögi magát, egészségedre. Addig azért úgy gondolom, hogy fontos megemlítenünk azt, hogy Optimus nagyon-nagyon agresszívan érkezett az idézők szurdokába azzal az Árival, nem véletlen, hogy ugye egy villanás és egy égetés található nála. Ezzel szemben Bjergsen, ugye hát talán a legtámogatóbb típusú középső ösvényes hőssel, megtisztulással érkezett. Úgy gondolom, hogy várható volt mind a két kezdeményezés. A kulcsmesterségekre pedig most ugye nem kellett addig várnunk, mint mondjuk az első mérkőzésen, látszódnak is szépen, és például fontos lehet ilyen szempontból az, hogy Levinek a Kha'Zix-a villámfejedelem akaratával érkezik, ami fontos lehet már akár a mérkőzés korai szakaszában is egy-egy rajtaütésnél, hogy mennyi életerőt fog tudni lerobbantani bárkiről, akire megérkezik. Oh. Az a nagy igazság, hogy egy picikét, tehát jó az az égetés mindenképpen Optimusnál, Archinál szintén, bár ez a kettő lehet, hogy így már önmagában túlságosan agresszív, hiszen képes Vitor tud gyógyítani, Biofrost szintén amúgy gyógyít, és az számtalan esetben jobbnak bizonyul, mint egy egyszerű pajzsadás. De például az ösvényén Optimus ugye csak pajzsal fog találkozni, Björzön pajzsot rak magával, amit az égetés nem fog negligálni, vagy pedig csökkenteni. Igazából Björzön járt ezzel jól.
És hatos szint előtt amúgy a piszkálódásokat Björzen fogja tudni nyerni, én úgy gondolom. Képes viszonylag távolról is piszkálódni, hogyha a csábításokban nem megy bele, akkor szépen elfarmolgat, szépen, hogyha úgy van, akkor megszivatja Optimust, aki ha kezdeményezni próbál, átalakítja, jól megköbdösi a kis pixiével, és visszaküldi a balettbe táncolni, bár az nyilvánvalóan ugye Twitch. Igen, az pedig ugye, hogy mennyire fontos a két dzsungelesnek a megindulása már a meccs korai szakaszában is, azt hiszem láthattuk azon, hogy mind a két felsősvényes lement a pengecsőrökhöz besegíteni a dzsungelesének, sőt Optimus ugye még egy Q képességet is belőtt azzal az árival, csak azért, hogy gyorsan tudjon indulni, viszont ugyanígy ugye vissza erre fordulhatott volna könnyen a dolog, mert amíg Hunter azzal a Nautilusából az első hullámból 6 minion tudott elvinni, tehát az összeset, addig Stark mindösszesen 2-t, most már ez nem látszik a farmokon, viszont megint csak ugye egy adalék, hogy mennyire fontos a dzsungeleseknek a megsegítése a mérkőzés korai szakaszában. Abszolút, azért azt nem szabad persze felejteni, hogy Hauncer számtalan minion tartogat még úgymond a talomba. Gyönyörű szép volt időközben Optimuséknak a felfedezése. Graves nem tud ide érkezni, erről tudnak, Björzen bajba kerülhet. Optimusnak nem talál a csábítása, Björzen pedig egy sütivel válaszol. Divai érkezett, majd tovább megy, elhozza a második sútyerákot is, de jön a felsősvére Svenskeren. Van neki mindene, a lassítás kijön Starktól, most nem tudja Svenskerent lassítani. Jó a villanás Svenskerentől, de a sebzés annyira nem Starknak, még van villanása. Várja, hogy mi történik. Hauncer húzása mellé, és ez itt probléma. A torony megöli végül Hauncert, az első gyilkosság Stark Hollandol. Micsoda hiba! Stark! És igen, ugrálhat örömmel az a hasas pasas. Hát ez bizony szépen csinálta, bár lehet egyébként, hogy inkább Hauncer csinálta ezt csúnyán. Ó, jaj, kiment a gyógyítás közben, és érkezik Levi. Jó az üresség tücske mellé menetele, de Stark, ó, jaj, ez kettős gyilkosság lett. Vájtottam még pont köddé tud válni, de jön még Ari és Biofrost. Ez most egy halált jelent számodra. Whitertől el tudott menekülni a fősősény, a Hauncer érkezett ki teleporttal. Ő tornyot nem fog tudni dönteni, jó a kontrollőr szempuszítás Whitertől. Az a kérdés, hogy ezt a tornyot el tudja hozni amúgy a Gigabyte Marines. A minionok nem feltétlenül voltak a legjobbak, pont nem látom az életerőt, de végül ott maradtak hárman is, így van erre lehetőség, de meg tudja védeni valószínűleg Whitertől. Nagyon jó mana management, és így csak egy gyilkosság volt. A visszajátszásban láthatjuk az első rajtaütést, Svenskeren szépen sebzi Starkot, el is villan, ugye azért, hogy folyamatosan tudja sebezni és lassítani, viszont Stark a legjobb időpontban villan el a vasmacska elől, a hordójával pedig megsebezte Hauncert, így szerezte meg az első gyilkosságot. A teleportot pedig láthatjuk, hogy érkezik. Itt ugye Whitertől még elgyógyít és visszanyer jelentős életerőt. Ennek köszönhetően túléli Kha'Zix-nak a rajtaütését. Elmenekülni el tud, viszont Biofrostot hátra kell hagynia. Így viszont ugye még egy gyilkossággal gazdagodott a Gigabyte Marines csapata. És bár ugye a bónusz védelem már nem segítette az alsó ösvény tornyát, de nem tudta ezt elhozni még így sem a kék oldalon játszó csapat. Viszont a TSM így is jelentős hátrányba került már a mérkőzés korai szakaszán. Hát Gragas az most gyakorlatilag benyakalt minden lehetséges pozitívumot, ugye kapott egy kettős erősítést, le tudott érkezni az alsó ösvényre is, még ráadásképpen egy gyilkosságra, hiszen ösvény ellenfele meghalt. Jó, a robbanékony hordó, de micsoda vasmacska! Hát, Hauncerben is azért van még kurázsi, van mit a tejbe aprítania, még ha az nem is egy ágyús minion. Megjegyezném, hogy erre valamennyire lehet számítani, amit itt látunk, lehetett számítani, hiszen azért egy Twitch, az könnyedén becsapdázható a játék korai szakaszában, aktívan meg lehet próbálni őt büntetni, Namival együtt meg persze,
miközben a kezdeményezés itt van, a tornyot el fogja hozni a Gilbert Marins, de jön Lulu oldalról, jó lett volna a minion takarítás, és sikerül is végül, de a torony már megvan. Árit nem lehet becsapdázni, hegysárkány az első, és amúgy erre figyelni kell. A célpont fontos és erős. És így a 8. perc derekára érkezve, már 2000-es arany előnnyel rendelkezik a Gigabyte Marius csapata. És a tiltás és választási fázisban is többször kiemelted te magad is, hogy mennyire fontosnak tartod a mérkőzés korai szakaszát. Hát most a Gigabyte Marius bekezdett. Bekezdett, az biztos. Starkra jó még a helyezkötés, a végső képesség és a toronylövések megvannak. Kedves Stark, mi lesz itt? Villanásod neked nincsen, Hauncernek sincs. Nyilván egy időben használták el. Végül ezt a cserét megnyerte Hauncer, nem sok manája maradt, haza viszont még nem megy a kis Dagi-Gragi. De jön Svenskeren, hát csúszás lehet, a falon át. Így van, ne felejtsük el, robbanékony hordó nincs, most jó, meg lehetett rángatni Starkot, és még a robbanékony hordót elhasznál, nem hiszem el! Az igen! Stark! Kétszer akarták megbüntetni, de úgy néz ki, hogy optimustot iszik most az a Gragász a felső ösvényen, és így könnyedén lehozza a 2v1-es szituációkat is. Visszajátszás! A visszajátszásban pedig láthatjuk, hogy de már rendelkezik robbanékony hordóval, be is dobja a Hauncer mögé, a fenét mögé, mellé, így ugye kikerül a toronynak a rádiuszából, de nem baj, mert az amúgy is Svenskerent ütötte, és hát milyen jól tette Gigabyte Marines oldalról, mert így megint csak egy gyilkossággal gazdagodott Stark a felső ösvényen. Hát és ugye, aki a trónok harcában egy kicsit így belelát, vagy ismeri, az tudhatja, hogy azért a Starkok elég könnyen halnak. Na ez a Stark nem. Most, ezen a mérkőzésen nem, vagy amikor hal, akkor is nagyon csúnyán farkas, megfizetnek ugye? Érte. Hát, erre van szó. Hát jó, bekezdett tényleg a Gigabyte Marines, van egy nagyon komoly mennyiségű 2000-es. Közel 2000-es arany előnyük, a közönség pedig megvan örülve is, meg őrülve, hiszen a TSM egy hihetetlen favorit csapat, ám ettől függetlenül most nem nagyon megy nekik, Optimus szintén próbálkozott amúgy egy nagyon komolyat. Na nézzük csak, Star, kicsi a rakás, ez egyértelmű volt, hogy ezt el kell használni, de jöhet vissza, robbanékony hordója van, és a második tornyát szerezheti meg a Gigabyte Marines, és egyetlen nem biztos, hogy szerez tornyot a TSM, ezt ki szeretném emelni, Optimus, paf! Mit szólsz? Milyen a vas macskám? Jaj! Villanás az kijött viszont nagyon szépen Optimustól. Meg lesz végül talán egyszer csak valamikor az a hordós ember Starktól. A lassítás jó, de csak Biofrostra villanni kell, mert persze az is van. De miért még ne lenne? Nincs torony. Még mindig nincsen torony, és két toronyra mehetnek igazából a gam, de most ebből nem lesz semmi. Mert Hauncer jól tud farmolni, jó ösvény takarítási képessége van, és nincs torony. Hát komolyan mondom, ez a főső ösvényes Star választásoknak a napja. Star pedig visszamegy. Oh. Hát miért ne menne vissza? Hát megteheti öregem. 2-1-1-es, de egy villanásért végre megvan ez a fránya torony. Szükség volt már rá. Hegysárkány nem fog végül elhozni a TSM, de ez az Archi féle kezdés, azt kell, hogy mondjam. Nem a TSM-es kis puha, silány, elfáradt bambulás. Három toronnyal rendelkezik már a Gigabyte Marines. Ez pedig egyébként egy nagyon szép észjáték volt a Gigabyte Marines csapatától. Főleg úgy, hogy ezt valószínűleg erről visszajátszás nem fog érkezni, és lehet, hogy kevesen vettétek észre. Stark ugye hazatért, megvásárolt még egy Rubin kristályt, miközben egyébként hárman voltak lent a TSM csapatától az alsó toronynál, hogy bedöntsék, majd visszament teleporttal. Na, ez nem fog összejönni. Még lassítod egy picigét a dagit, jön Biofrost, visszafordulok, majd én megöllek, kedves Whitehurt, mert lehet, hogy meg tudlak ölni, hiszen van bennem elég sebzés, ott jön még a Balaton, Whitehurt életreje, végül csak kitart, és el lehet pusztítani hárman végül azt a Gragaszt is, hárman! Meg egy gyógyítással. Mert hogy Whitehurt még azt is elhasználta, illetve, ahogy te is említetted, Biofrost is a végső képességét. Szóval egyébként visszatérve és befejezvén a gondolatmenetet, Stark képes volt addig elhúzni az időt,
amíg a Gigabyte Marines, a csapata többi játékosa nem egy, de két tornyot döntött a felső ösvényen. Nagyon jó volt közben amúgy Optimusnak az érkezése fölülre, ezt már előre Hauncer tudta, nem kockáztatott túl sokat. Haza kell még mennie, van három Doran gyűrűje, de például csizmája még nincsen, valószínűleg nem is fogja ezt vásárolni, és a szellem arc oskodás felé halad. Optimus visszamegy, nagyon szépen szeretne még bezsebelni pár lóvét, de fordulhat erre amúgy, hogy akar Optimus, de inkább nem. Örszemezés van, illetve Björzen elkapás, Björzen saját magát tudja gyorsítani, visszalép egyelőre, mire Björzen még a vadonszavával rendelkezik, pontosan most már Svenskeren, micsoda sebzés, meghal így is Svenskeren, és Whitehurt-től sebez, de Slay végül csak meghal, de nem! Whitehurt-től által két embert veszít a Team Solo Mid, a TSM óriási bajban van, Stark, puk! Gyere, Hauncer, barátkozzunk, nagyon szép a vasmacska blokkolás, Hauncer életre folyamatosan fogy, jön a válasz, de kevés, Hauncer! Végül túléri, két égetés kiment, a minionok pusztulnak, itt van Björzen és Biofrost, nem a sebzésükről és az ösvénytakarításukról híresek, Starkot föl lehet gyorsítani, azonnal kizónázza a TSM-et. Hol van Észak-Amerika? Mutassa meg nekem valaki, biztosan nem ott, ahol a térkép ábrázolja, hanem valami nagyon komoly mélységbe kell keresni. Az biztos is. A visszajátszásból látható, hogy Björzenre érkezik a kezdeményezés, Lévének nagyon nagy a sebzése, és ugye Slay sem kutya. Svenskerent még megmenti a vadon szava, illetve annak a tudata menteni, hogy ugye Hauncer is érkezik. El lehetett közben tüntetni Whitehurt-ült is, majd a mélységi roham még ugye be tudta fejezni Slayt, viszont így is 2-1-es a csere a Gigabyte Marines csapatának, és megint csak egy toronnyal gazdagodnak, így összességében már 4-1-re vezetnek tornyok tekintetében. Arany tekintetében is egy jó 4000-es előnnyel rendelkeznek, illetve pillanatokon belül sárkánnyal is fognak már rendelkezni. Ezzel szemben a TSM egy felsősönyes külső toronnyal vigasztalódhat, ebből viszont nekik már nincs egy sem. Így van, legalábbis a külső tornyokat, ha nézzük. Ugye mind a két felsősönyes hasonló tankosság felé vette az irányt. Nagyon cuki volt ez a fölfújt porolufi, de ami sokkal fontosabb, hogy ez az arany előny, ez még ledolgozható, csak valamira nehéz lesz. Innentől kezdve folyamatosan a TSM-nek hangsúlyt kell helyeznie az őrszemezésre, de nem is akármilyen területről beszélünk. Tehát, hogy te is mondtad, a felsősönyen nincsen torony, a középső ösvény így irgalmatlanul könnyedén becsapdázható. Ráadásul a válasz lépésekről is rengeteg információja lesz a Gigabyte Marinesnak, hogyha azt a részt őrszemezik be. Bár most ugye egyedül a déli területekre koncentrálnak, hogy tornyokat tudjanak hozni. Még azért ne felejtsük el, hogy a játék 15. percében járunk csak, és már is 6 torony dőlt, 8 gyilkosság. Kőkeményen pörögnek itt az akciók, és csapdázni próbál a Gigabyte Marines, akik 3 lencsét vásároltak. Ez nagyon, úgymond, ázsiai hozzáállás jelen igen, pillanatban, igen. És működik. Tehát az ellenfél őrszemének takarítása, az egy egészséges dolog. Igen, hozzáteszem egyébként az SKT csapata is hasonló taktikával élt, és hát végeredményében nyertek. Illetve, hogyha ugye már beszéltél egy kicsit az őrszemjátékról, meg alapvetően a pályának a jelenlegi kinézetéről, akkor én meg azt tenném hozzá, hogy jó, még csak a 17. percben vagyunk, viszont a jelenlegi kinézete a pályának, az gyakorlatilag tökéletes. Ó, Hauncer lehet becsapdázni, Hauncer életre folyamatosan foly, Svenskeren pedig arrébb csúszott, kiment a robbanék, hogy hordó is, de Svenskeren még él, Whitehurt-től nem tud kezdeményezni. Kettő kulcsfontosságú képesség kiment a Gigabyte Marines-tól, ezzel szemben egyedül Hauncer végső képesség az, ami pihen, Optimus. Igen, Optimus vár arra, hogy esetleg tudna-e, vagy be tud-e érkezni. Kérdés, hogy ki tud-e golyózni valakit
a TSM részéről, vagy inkább ebből valami szívecskézés lesz. Lére jó a kezdeményezés, jön Optimus. Biofrost azonnal meghat, Hauncer életreje szintén fogy. Most lehet Whitehurtonnek valami komolyabb előre haladása, nem, mert mindenkinek van mindene és el tud menekülni. Még Stark életreje kitart, kire kell fordulni. Svenskeren nem tudja elhozni, de kettős gyilkosság attól még Whitehurtonnél, és fut tovább a kis büdöske. Nem lesz ebből ettől még egy újabb gyilkosság, de valami válasz. Valami válasz a TSM oldaláról. Végül is. Nézzük, mi történt. Igen, itt azt láthatjuk, hogy Hauncer kezdeményez Slayre, és hát eléggé vesztére teszi, mert bizony Biofrostot Optimus rögtön kiszedi. Eddig tökéletes a csapat harc. A Gigabyte Marines csapatának viszont innentől kezdve menekülni tudnak csak, és ugye életerővel sem Stark, sem pedig Archie nem rendelkezik. Whitehurtle még a villanását is elhasználja azért, hogy gyilkosságot tudjon hozni, viszont nem csak hogy egy, hanem rögtön két gyilkossággal gazdagodik, így ő már 3-1-es statisztikával rendelkezik. És amiről még a mérkőzés elején beszéltünk, hogy az a Twitch ez bizony egy csapatharcot el tud dönteni, még ha nem is a mérkőzés korai, de inkább a későbbi szakaszában, és egy Nautilus felsősvinnyel erre lesz lehetősége. Most sokat késett, és nem sok lehetősége volt arra, hogy rögtön a frontvonalból harcolhasson. Viszont már láthattuk így is, hogy lekövetni azt fog tudni, illetve előle elmenekülni bárkinek nehéz lesz. Hogyha mondjuk még adott esetben megvásárolna egy hurikánt is, akkor viszont onnantól kezdve ember legyen, vagy inkább csapat legyen a talpán, aki bírja majd az ő sebzését. És ugye itt igazából az előző csapat küzdelemben is láthattuk, hogy mennyire pengeélen táncolt a TSM. Tehát egy jó kezdeményezés jött a Gigabyte Marines, és mindenkinek ömlött le a HP-ja. Hát ez a torony sokat segített. A torony is sokat segített, az egyszer tuti fix, illetve az is, ahogy te is mondtad, hogy például a Whitehurtle szabadon maradt, Björzen, Detto. De azok a célpontok hullottak el a TSM oldaláról, akik valljuk be őszintén elhull, jó volt, hogy elhullanak a TSM-nek. Igen, igen, igen. Jön egy teleport, viszont Slayre megy ki, Hauncer végső képessége. Jó a Balaton is, de odat van Optimus, ebből baj lehet, meghalt már Karma, gyönyörű szép a romlás lánca, ami érkezett. Optimus, na nézzük, kire tud kezdeményezni. Jó a csábítás, de Biofrostra közben alul Whitehurtle megindult. Ez most már nem. A tavalyi fantasztikus szüret utáni bor, amit nyakal Stark, hanem kérlek szépen ez a csatorna bora, amit Whitehurtle itat vele, nagyon szépen csapdázta be a TSM egy jó Hauncer érkezése gyakorlatilag a Gigabyte Marines. Igen, ezt a visszajátszásban meg is nézhetjük, ahogy Stark is érkezik, de Hauncer sokkal jobb pozícióban van, így Slate rögtön gyakorlatilag teljes mértékben ki lehetett zónázni. Archie ott maradt, el lehetett takarítani elég könnyedén. Slay azért még a romlás láncával egy kicsit hátráltatja Whitehurtle-t, de nem tudja végső soron megakadályozni abban, hogy gyilkosságot hozzon el. Ráadásul a legnagyobb tankot sikerült, innentől kezdve ugye esélye nincs a Gigabyte Marines csapatának arra, hogy csapatharcot nyerjen. Illetve egyébként még egy apró adalék az előző csapatharchoz, a középső ösvényen. Igen, el tudta tüntetni adott esetben Optimus Biofrostot egy kombóval, viszont az is azután történt, hogy Nami már a végső képességét elhasználta, tehát gyakorlatilag egy csapatharcban, amire a támogató jelen pillanatban képes, vagy ami a feladata, azt már amúgy is elvégezte, tehát igazándiból nem osztott, nem szorzott, de azáltal, hogy Whitehurtle két gyilkossághoz jutott, meg tudott indulni, és most ez még egyel megfejelődött. Az, hogy fantomtáncos vettem, hogy második tárgynak sokat elárul, az, hogy ő folyamatosan tudjon gyorsan közlekedni, a párharcokat is esetleg elhozni, az beszédes, és az egy komoly szándék. Miközben a TSM szeretne csapdázni, Proto övét is elhasználta közben, Ári, Hauncert lehet lassítani, nem elég a Lulu gyorsítás, és így viszont már 5-2 a torony állása. Gigamite Marines még mindig közel 5000 aranyjal vezet. Hiába a TSM-től a szép megmozdulások sora, ez még kevés ide.
Azt viszont látjuk, hogy a Gigabyte Marines próbálkozik. Börzön, oh, gyönyörű megtisztulás, vadonszava is Börzön még ilyen. Kérdésre válasz megfelelő lesz, de Optimusra gyönyörű szép! A buborék börtön hangszer megérkezett a háttérbe, szerintem nagyon szép a végső képesség. Kiment minden kulcsfontosságú dolog, de hangszer ragad be villan, de meghal ettől függetlenül. Egy gyilkosságot végül a Gigabyte Marines hoz el, és itt lehet a legnagyobb probléma most, mert ebből baronnasor akár előfordulhat, hogyha visszaérnek a többiek. Whitehurt-ő próbál sunyulni, próbál kis patkány lenni, és Levi-t még talán el is tudja hozni, meglátjuk, Levi életereje fogy, jó a lassítás, Levi elmenekül, villannia kellett, az ugrása nem volt már neki manája. Szervusz, na sorrítse vagyok. Most már jöhet a visszajátszás. A visszajátszásban látható, hogy Björzen éppen hogy csak, de túléli köszönhetően a megtisztulásának, a vadonszavának és még a villanásának is. A buborék börtön szépen feldobja Levi-t és Optimust, majd utána Hauncer veti bele magát a küzdelem kellős közepébe és zónáz három embert is, viszont végső soron ez az életébe kerül. Így ugye csak mondhatjuk, hogy csak egy gyilkosságot tudott elhozni a Gigabyte Marines csapata, de azért én úgy gondolom, hogy Björzen is elmondhat néhány imát az égieknek, hogy ő ott túl tudta élni. Hát mindent kinyomott magába, igen, az teljes mértékig biztos. Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy azért Whitehurt-nek ez az érdekes kimozdulok, farmolok egy picit a felső ösvényen megmozdulása, döntése, ez fájdalmas volt. Hát nem volt ott. Nem, jó, amúgy a falon át mászó képessége a Gigabyte Marinesnak. Kérdés, hogy ki fogja ezt megenni, messzelátókő nincs. Hauncer talál egy Starkot mellé, megy közben a csábítás, és jöhet a Gigabyte Marines vonat, de Starknak már fél életre, három embert köthetett volna le a Varus végső képesség, ami így amúgy zseniális volt. A Team Solo mit fordul végül a középső ösvényes toronyra? A minionok elegek lehetnek. Megvan a torony, jó a húzás Levi-ra közben, és kimegy a végső képessége. Ebből kezdeményezni kell. Whitehurt-től egyből bemegy a susnyásba. Még jön egy kis gyorsítás is rá, de visszavonult folya. TSM próbálja takarítani a baronnasor környékét, amennyire lehet. Gyerünk gyerekek, nyomjátok neki, mondja Biofrost. Görzönék most várnak, hoppá, ott van még egy őrszem, azt is ki kell szedni. Jöhet az ellenprovokálás. Jó volt ez az akció a TSM-től, mert így átvette egy picit az irányítást. Kérdés, hogy a Gigabyte Marines meddig tudja húzni az időt? Visszajönnek-e a végső képességei mielőtt valami nagyobb csatára kerül sor? Most már szinte egészen biztos, hogy igen. Igen, itt ebben a kezdeményezésben döntő fontosságú volt az, hogy Optimus nem talált a csábításával. Hát úgy gondolom, hogyha azzal sikerült volna bárkit eltalálnia, akkor ott biztos, hogy TSM fejek hullanak. Ez ugyan nem történt meg, és ebből viszont éppen a TSM gárdája volt az, aki egy nagyon szép hívással elhozta a Gigabyte Marines csapatának középső ösvényes külső tornyát. Ugyan mondhatjuk, hogy idézőjelesen ez csak egy külső torony, de most már a Gigabyte Marines sem rendelkezik külső tornyokkal, hát ilyeszen pedig ugye a toronyból megint csak arannyal gazdagodott, és egy kicsit közelebb került az ellenfeléhez. 26. percnél járunk. Egy felhő sárkány érkezik, amely nagy valószínűséggel akár az utolsó sárkány is lehet az ősi sárkányokat megelőzően. Látjuk, hogy továbbra is amúgy Whitehurt-nél például Runaan hurrikánja nem jön szóba. Egy célpontot szeretne sebezni, azt viszont irgalmatlan mód. Nem véletlen például amúgy, hogy a Higan sejemő felé is egy picikét veszi az irányt, egy eleven szabja most, ami a fókuszban van nála. Tényleg érthető, tömegirányító képesség van a Gigabyte Marinesnál, amely megakadályozhatja az ő előre nyomulását. A rálátás az északi részen és a baronnasor környékén egyértelműen a Gigabyte Marinesnál mozog. Svenskeren szivarral a szájában ül, az őrszemeit védi. És hát gyakorlatilag mostan az idegek harca. Ki fog a rotációban esetleg egy olyan hibát védeni, hogy az őrszem takarítás közben véletlenül elszámolja magát, bent ragad. Nézd meg Optimust, hogy sunyul, komolyan mondom.
ott is szeretne valamit elkapni magának. Nem kell egy teleport, hogy mögé érkez a csapatnak. De jön még egy teleport is, így két emberes mögé érkezés jöhet a Gigabyte Marinstall Stark. Egyből megy, de jó a húzás és a csábítás. Hauntzerre talál, miközben Björzen, Biofrost és Whitehurton 3-asra el van nagyon szépen. Levi-ra mennek ki a végső képességek, mellé megy. Nézd már meg Hauntzer, tehát az életereje még egyelőre kitart. Villanni kell, jön a megváltás is. Jaj, Hauntzer vissza akart mászni, de nem jött össze. Hát ez már megint micsoda. Hajhúzás. Whitehurton nevet. Mi a helyzet, Stark? Hogy vagy sehogy? Nesze, itt van egy kis méreg, egy kis dzsuva. De ez is végül kevés. Páncéltörésre még annyira nem futja. Hát ezek tényleg csak ilyen kis... És egymás hátsójának szagolgatása, mint ahogy a kutyáknál szokott történni, csak semmi komoly. Ismerkedés. Hát igen, csak ezekből az ismerkedésekből azért elhasználódik egy-egy teleport, vagy egy égetés, idézői képességek távoztak a Gigabyte Marines csapatától. Mindösszesen ugye, hát Svenskeren és Hauntzer villant el ezek elől, a kezdeményezések elől. Ami mondjuk egy Nautilusnál, én úgy gondolom, hogy a mérkőzés jelen szakaszában már annyira nem számottevő, viszont az, hogy Optimusék csak rá tudtak kezdeményezni, az úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb, illetve az, hogy Slay megint, hát ha nem, most éppen egyáltalán nem talált a végső képességével, de az előző csapatharcban is éppen a tankot találta el, nem feltétlenül Hauntzer az, akit véleményem szerint fókuszálnia kellene a Gigabyte Marines csapatának, már akkor, hogyha szeretnének csapatharcot nyerni. A TSM csapata pedig forgolódik a Baronna sornál, valószínűleg Optimus csak aráját. Rá látást szeretnék első körben megszerezni. Optimus ugye abban a csapdában esik most jelen pillanatban Ári, mint amiben LeBlanc nagyon sokszor bele tud esni, hogy vár egy bokorba, hát ha jön arra valaki, akit el tudok kapni. Ez nem megy, ha nincsen mondjuk szerencséje az embernek, vagy nem megfelelően olvassa a lehetséges ellenfél mozgásokat. Most Optimus nagyon jó helyen van már egy ideje, de a TSM jól tud reagálni az összes elképzelésre, nem megy be oda a felső bokorhoz és a környékéhez, hanem ezen a területen próbált és sikere takarít is. A hátsó sor pedig Hauntzer valamennyire tudja tartani. Optimus. Így van, Optimus most már látják is, nézd meg Hauntzert, ennél nagyobb kört nem is tudna menni, de nem is megy. Hoppá, itt egy elszámolás van, Svenskeren menekülni próbál, Svenskeren végül nagy valószínűséggel meg, ha Whitehurton is problémába kerül, a Gigabyte Marines óriási kezdeményezést húz, pedig ahogy te is mondtad, látszott, hogy igen. Optimus mit szeretne, ez így önmagában nem kell, nem eléggé jó, Levi-t akarta Hauntzer megfogni, hogy ne tudjon majd sújtani, ne legyen sújtás, Balaton nincsen, Whitehurton nem él, Björzenek nincs végső képessége, ez hogyan lehetne a TSM és sehogy. Björzent akarják valahogy elkapni, ő még egy picikét genyóskodik, hogy előre tudja tolni a középső ösvény, de hát látjuk, hogy micsoda ösvénytakarítási képesség van, de mi történt? A visszajátszásban láthatjuk, ahogy ténylegesen látják, viszont Levi-nek a kezdeményezésére nem tud Svenskeren időben reagálni. A Protoönvel kiosztja azt a sebzést, majd pedig miután Stark bevillan és fel is dob két embert, az ő eltakarításuk után könnyedén megszerzi a Gigabyte Marines csapata a Baron Nashor erősítést, és egyébként mindeközben Hauntzer még egy kicsit segített is annak a Kha'Zix-nak, mert hogy éppen ő volt az, aki rácsapott arra a virágra, és ugye átdobta az ellenfél dzsungelesét a Baronna sorodójához, bár igazándiból majdnem, hogy mindegy, mert ha ez nem is történt volna meg, akkor is fogja magát Kha'Zix és átugrik. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szép játék volt ez a Gigabyte Marinstól, és érthetetlen döntések a Team Solomid részéről. Ugye egyből Svenskerent és Whitehurtont ki lehetett fókuszolni, ez nem volt kihívás gyakorlatilag a továbbiakban. A Gigabyte Marines részéről nincsen még továbbra sem páncéltörés amúgy Whitehurtonnél, pedig erre is lehet, hogy előbb-utóbb szüksége lenne, hiába letaszított király kardja. Úgy gondolom, hogy kevés az most már bőven egy Stark ellen. Arról nem is beszélve, hogy ott van Levi is. Levikém őrangyalával. Bőven van lehetőség most már a Gigabyte Marinesban. Optimus próbálkozik, mellé megy a romlás lánca, és ebből talán még lehet egy kisebb fajta próbálkozás is.
Minden esetre sikerül megvédeni a tornyot, ugye baronnasor erősítés van, 1-1-3-as ösvénytakarítást folytat a Gigabyte Marines, és most már Björzöntől szeretnék látni valamit. A sebzése alakul, még természetesen nincsen meg neki a Rabadon halálsüvege, ez egy nagyon nagy hátrány az ő részéről. Ez egy kívánalom az ő szempontjából. Lehet közben amúgy menni a többiekre, Slay villan, jön a teleport, Archie villan, és mindig minden bent van még a Gigabyte Marines részéről. Ó, jaj, Archie! Archie pedig mit játszik? Komolyan mondom. Megvan még egy inhibitor torony, Archie pedig körbe ment, nagyon szép robbanékony hordó, jön közbe a Balaton, meg lehetett kapni Slay, de a sebzés kevés lesz, megváltás jön, a gyógyítás a Svenskire még benne volt, ez jó, Starknak az életereje fogy, miközben megvan a második gyilkosság is, Servus Björgzön, hát valami hasonlót kértem, igen, Archie lehet a harmadik áldozat, akit végül Hauntzer gyakorlatilag a földindulással a francba visszaküld a kezdőjére, miközben a bázis a romokban hever a Team Solo midnek, de egy baronnasor erősítéssel rendelkező ellenfelet megállít. Egyébként nem érzem megfelelő kompenzációnak ezt a három gyilkosságot, a három toronyért a visszajátszásban. Láthatjuk, hogy Slay szépen elmenekül, még ugye Hauntzernek a végső képessége elől is nem érkezik már utána a lekövetés. Archie pedig egy elég nagy kört tesz meg azért, hogy az alsősönyes tornyot segíthessen eltakarítani Starknak. Mindeközben ugye már a középsősény tornya is dőlt, a robbanékony hordó nagyon szépen eldob két embert, viszont Slay beragad, mert ő nem tért haza a felsősvényen. Majd utána ugye már ott van Stark is, aki belevetette magát előre fejjel a buliba, de igazándiból csak a halál jutott neki osztályrészül, majd pedig a végén még ugye Archie is ott hagyta a fogát, így, ahogy az előbb elmondtam, három toronyért a TSM csapata hozott három gyilkosságot, amiből mondjuk kettő Björzenen landolt, de továbbra sem érzem felcserének. Még kitart, Archie-t végül majdnem megöli a Balaton, de meghal Varus, meghal Archie! Ott van közben Stark, érkezek Levi-ék, Optimus is itt van, a sebzés Biofrost-tal landol, meghal a hal! Úristen, Levi életereje fogy, de neki van őrandaja, mellé megy itt Auncernek a húzása, Optimus érkezik hátulról, Optimus kéne így van elkapni, és ezáltal még meg lehet a TSM-nek ez az akció, Hauntzer meg tovább Optimus-ra, miközben Stark elpusztul a tényleges sebzés miatt. Hauntzer nem tudja megállítani Optimus. Kérdés, hogy mit tud kezdeni a TSM ezzel az akcióval. Valószínűleg az égvilágon semmit, de megint meg tudta fogni a Gigabyte Marines. Lesz egy óceán sárkány, torony nem biztos, hogy érkezik. Az alsó ösvényen azért egy tornyot már elhoztak régen. Oh. Mennek tovább, provokálják még a Gigabyte Marines, lehet is, hiszen például Stark 30 másodpercig nincsen. De ezek még mindig csak aprócska száncsapkodások, hát látjuk, hogy mekkora előnyt hozott elő, hozott össze a Gigabyte Marines. Elbuki két csapatharcot egymás után, és szinte meg se kottyan nekik a következmény. Igen. Kedves Kazix, kedves Levi vagy Levi barátunk pedig ugye életben maradt, aki utána átment az ellenfél dzsungelébe, és elhozta a pengecsőröket. Teleport, és ez egy inhibitorért megy. Nem, Stark megy tovább szépen az akció közepébe, lehet, hogy túl messzire jött. Whitehurtől tud még egyelőre mozogni Optimus, most megy előre Whitehurtőre, talált jó a használata a higánsejmőnek, de mégsem. Optimus életereje kitart, Svenskeren nem tudja befejezni, két sebzés hordozónak annyi. És most már Stark is jó. Kérem szépen, a robbanékony hordó Björzön pont nem jól találja, de a kicsi harakás ettől függetlenül még ott van. A kifárasztás megy, Björzön nem fog életben maradni. És akármit csinálnak a srácok innentől kezdve. Meghal Hauntzer is, hát a hátsó sorban. Nem is odaszólt a jegye, de ettől még benézett arra a Nautilus. Ebből vége lesz, vége kell, hogy legyen ennek az ütközetnek, hölgyeim és uraim. Nem veszített embert a Gigabyte Marines ebben a káoszban, ami őszintén szólva nem is káosz volt, hanem egy tökéletesen kihasznált csapatküzdelem az ő részükről. Mit tud csinálni a hableány? Hát, ennyit. Megérkezik Whitehurtől közben. Na nézzük, meg tudja menteni a hazát? Nem, mert csak a kábítás, meghal Archie, de a Nexus már szabad. Ebből végül Starknak köszönhetően megvan a mérkőzés a Gigabyte Marinesnak. Bizony. És milyen meccsen hozták el ezt a győzelmet? Whitehurtől pedig nem boldog.
Föl kéne ébredni, gyerekek, már rögtön az első mérkőzésen. Megérdemelt győzelem a Gigabyte Marines oldaláról. Erről beszéltünk, hogy ki lesz összeszedettebb. 15. percben már 4 tornyot hozott el a Gigabyte Marines. És 8 gyilkosság volt, vagy én már nem is tudom, lehet, hogy nem is 4 tornyot hozott el, hanem 6-ot. Összesen óriási rendületet vett a Gigabyte Marines. A játék korai szakaszát meg tudta nyerni, és foghatja a fejét a TSM teljesen megérdemelten, mert próbálkozott a labdába rúgásra a Gigabyte Marines ellen, de nagyon-nagyon balga hibákat vétettek. Igen, a TSM csapata pedig Észak-Amerikának a bajnoka, és most tökéletesen megmutatkozik az, hogy ami egy BO3-as szérien belül működik, nevezetesen az, hogy elbukod az első meccset, elszórakozod, eljátszod, vagy akármit csinálsz, az itt BO1-en nem működik. A szurkolók elismerő tapsa pedig, én úgy gondolom, megmutatja azt, hogy a Gigabyte Marines mekkora teljesítményt ért el, és mekkorát küzdött, mert ahogy az előbb kiemeltem, ők az észak-amerikai LCS bajnokai, és őket győzte le a Gigabyte Marines csapata. Oké, egy mérkőzésen, de most itt ez csak egy volt, igen. Pontosan, csak és kizárólag ez számít. Na már most azt kell, hogy mondjam, hogy mind a Team WE, azaz a kínai régió képviselője, mind pedig a Gigabyte Marines egy győzelemmel már rendelkezik, és alapvetően ezen mérkőzések során ők voltak az esélytelenebbek. És egyértelmű, hogy az ilyen csoportköröknél vannak meglepetésekre alkalmak, lehetőségek, de nagyon nagy kérdés, hogy milyen formában vannak ténylegesen ezek a srácok, mert az első kör alatt, ugye mindenkit láttunk, most már 3 mérkőzés volt, mindenkit láttunk játszani, nem éppenséggel a várt sorrend kezd kialakulni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a második kör majd mit fog amúgy számunkra tartogatni, hogy most tényleg ilyen gyenge lenne a Flash Wolves, a G2, illetve a Team Solo mid? Vajon mi lesz, amikor keverednek ezek az ütközetek, ezen párharcokból többet tudunk meg? Érdekes, mit Season Invitational elé nézünk. Abszolút, én egyébként összességében úgy gondolom, hogy még például a G2 csapata szerintem nem is szerepelt igazán rosszul, mert egy 40 perces mérkőzésen alul maradni a világbajnokkal szemben, az azt gondolom, hogy nem szégyenletes, vagy nem szégyenteljes. Az egy nagyobb kérdés, hogy azért egy fokkal gyengébb ellenfél ellen mit fognak tudni kezdeni, bár mondom, engem az első mérkőzés alatt az én elvárásaimat felülmúlták. Az viszont, hogy a Flash Wolves mit fog csinálni, az egy nagyon nagy kérdés, mert az alatt a mérkőzés alatt, amit láthattunk tőlük, hát nem vagyok benne biztos, hogy majd bekerülnek a 4 csapat közé, illetve most már ugye a TSM csapatának is nagyon össze kell szednie magát. Mert jó, egy hiba még belefér, kettő nem fog. Abszolút. Hát kétségtelen, hogy azért nagyon ciki, hogyha a 6 csapatból az első 4-ben nem kerülsz be. Tehát akkor tényleg azt jelenti, hogy hát mondhatnám azt, hogy minden matematikai mutató azt mutatja, hogy jóval nagyobb esélyed van bekerülni, mint nem bekerülni. És szerintem zárjuk is itt le. Tehát, hogy ezen csapatoknak össze kell szednie magát. Akik pedig jól kezdtek, hát csak így tovább mennie kell a szekérnek előre, hiszen hatalmas a tét, nem csak a pénzjereméről van szó, amit amúgy ti is tudtok növelni, hogyha megveszitek a legújabb karma hős kinézetet. Mindig elfelejtem, Conqueror Karma talán az a neve, és akkor nyilván ennek az éppenséggel aktuális Riot Games magyar fordítása. Úgyhogy ennek köszönhetően, hogyha ti ilyen hőskinézetet vásároltok, akkor jöjjön egy visszajátszás, mert én kértem, én írtam be, hogy legyen, és most lett. Úgyhogy lássuk a visszajátszást. Zseniális. Ez az akció Starktól. Igen, Stark a játék elejét nagyon meghatározta. És nem is mondanám, hogy ő hozta le a mérkőzést a Gigabyte Marinesnak, de Svenskerent kétszer is meg tudta akadályozni abban, hogy érvényesüljön Hauncert, meg hát igen, hát ahelyett, hogy Svenskeren kapott volna mondjuk 2 gyilkosságot, vagy akár Hauncer, Stark volt éppen az, aki ugye mind a 2 akcióból gyilkossággal került ki.
És egyébként azért tegyük hozzá, hogy nagy szüksége is volt erre, mert oké, okay, jó egy Gragas, jól lehet vele, nagyon jól lehet vele kezdeményezni, de egy Nautilus mindig tankosabb lesz nálad. Mm. Ezzel ezt valamilyen szinten kompenzálni tudta, én úgy gondolom. Abszolút, és úgy gondolom, hogy Svenskeremből is így eltűnt a sebzés. Tehát, hogy az a Graves, aki igen, a mondjuk, kombóját igen. kiadta magából, és például egy karmával csinálta ezt, emlékszem, hogy bokorban egyszer találkozott vele, és minden gyakorlatilag tökéletesen ment ki, és mikor gyakorlatilag ilyen lepkeszán csapkodása maximum, vagy a lepkének olyan más tevékenységéhez tudnám ezt hasonlítani. Igen, el lehetett tüntetni Svenskerent. Nagyon, nagyon kíváncsi leszek, hogy a Gigabyte Marines mennyire tudja ezt folytatni. Hamarosan érkezünk vissza a mai nap negyedik mérkőzésével, ne felejtsétek el, 6 meccsünk van ma, azaz a felénél járunk a napnak, úgyhogy jövünk vissza hamarosan, egy rövid szünetet követően. Sziasztok! Sziasztok!